Sziasztok! Hát nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket ebbe a videóba. Az igazság, hogy most ugye nagyjából egész telet peca nélkül töltöttük, sajnos nem voltunk egyszer se vízparton körülbelül, úgyhogy most ez egy ilyen igaz ilyen felszerelés, leporolós peca lesz nekünk. Ugye itt vagyunk házi réten, már másodjára idén, március 22-én jöttünk és 48 órát fogunk itt eltölteni. Viszont amint említettem, már voltunk itt ezelőtt, március első hétvégéjén, ahol teljesen a tónak a hátsó részére ültünk be, nem is ketten voltunk, hanem itt volt velünk még Csabi barátunk is, és hát elég sok halat sikerült fogni, viszont a 10 kilót egyik se lépte át, tehát egy igazi sok halas tavaszi perce volt, viszont nem a nagyokról szólt, ami nem is probléma természetesen, hiszen az év első pecának tökéletes volt. De most így bő 3 hétre rá visszatértünk ide a spicre, most a mélyebb vizet választottuk, és hát reménykedünk benne, hogy azért így sikerül egy pár szebbet elcsípni. Annak ellenére, hogy az első éjszaka már eltelt, és nem úgy sikerült, ahogy azt elterveztük. Dominak sikerült 2 darab pontot fogni, de erről majd úgyis fog később szó esni. Úgyhogy most nézzetek meg pár felvételt az előző háziréti horgászatunkról, aztán pedig jön ez a peca, és akkor reménykedünk, hogy itt sikerül azért valami nagyobb eredményt is elérni. Kapás rátok. Na, teltett az első éjszakánk ebből a 48 órából. Én sikeresen megúsztam hal nélkül. Domi fogott 2 kisebb pontyot. Arról láthatok is most egy pár felvételt. Nekem is volt egy kapásom a baloldali botomon, ami egy akadósoron túl van behúzva, egy kicsit keményebb részre, viszont sajnos megtalálta a hal az akadókat és hát meglépett. Nem örültem neki, mivel ez az egy kapásom volt az éjszaka, és utána 11 után már egy csippanásom se volt egész éjszaka. Ugye Dominak jött ez a 2 pontja egy ilyen este 10 fele, egy reggel hajnalba. Most napközben egész szép időnk van, ilyen igazi tavasz, hogy 16-18 fok napsütés, viszont este lesz egy jó kis hidegfront, egy elég nagy vihart mondanak, úgyhogy valószínűleg addigra be kell húzódni majd a sátorba, viszont reménykedek benne, hogy a halaknak ez egy jó jel lesz, és elkezdenek enni.
és hát reménykedek benne nagyon, hogy sikerül már valami szebbet kifogni, mivel másodjára vagyunk itt ugye az elmúlt egy hónapban, és hát az előző perce se úgy sikerült, ahogy mi azt előre elterveztük, úgyhogy igazán kijárna már egy szebbecske pont. Sziasztok! Hát nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket ebbe az új videóba. Most ismét a házéleti víztározón vagyunk. Két hete már itt eltöltöttünk egy-két éjszakát. Sikerült lefogni az év első pontjait, viszont csak a kisebbekből sikerült fognunk, ezért úgy döntöttünk, hogy két héttel később megint ellátogatunk erre a vízterületre. De már láthatjátok, hogy nyakig benne vagyunk a tavaszban. Most a kamerán pont nem látszik, de én éppen rövidgatjába ücsörök itt egy fán. Viszont este pedig nagyon hidegek vannak, ilyen 4-5 fokok, és akkor fülig be vagyunk öltözve. Hát áttérnék a lényegre. Ugyebár tudhattátok, hogy tavalyi évben a Dynamite Bates csapatát erősítettük, viszont ebben az évben ez a közreműködés megszakadt, és a Jadabó csapatát erősítjük innentől. A Jadabó az egy webshop, ahonnan különbözőféle termékeket tudtok rendelni. Úgyhogy most nem csak egy termékkel leszünk elköteleződve, mint tavaly, hanem most láthatjátok, hogy egészen az olcsó kategóriás bolytól a legdrágábbakig is használni fogunk mindent. Ugye ez több terméken is alapszik, nem csak bojlikat árul a webshop, található pontyos felszerelés, harcsás, többi pergetős felszerelés, illetve ruházat. És hogy egy picit neked is, nektek is tudjunk kedveskedni, annyi a dolgotok, hogy beírjátok a kuponkód menüsorba vásárlás előtt, hogy BDKARP, és egy 10%-os kedvezménybe fogtok részesülni. A linket a leírásban elhelyezzük. Amint már talán az előző házéléti pecánkon említettem, most egy teljesen másféle előkét fogok alkalmazni valószínűleg ebbe az évbe. Ez igazából egy Sleep Day Combi Rig. Ezt majd úgyis láthatjátok a felvételeken, és hát brutálisan jó akadást értem ezzel az előkével el a múltkori pecán, annak ellenére, hogy itt a halak száj erősen meg van tépve, ezáltal felértékelődik az előkének a képessége, tehát mindenféleképpen olyan előkét kell használni, ami nagyon jól fordítja be a horgot. Egyik botomon egy 20-as source point alkalmazok, annak ellenére, hogy már nem a Dynamite Base-nél folytatjuk ezt az évet. A másikon pedig egy 24-es Four Seasons Boilit a Venom-tól, és a 20-as source volt egy kapásom ugye éjszaka, de ezt már úgyis elmondtam. Az ugye nem lett meg. Tomi majd elmondja, hogy ő milyen előkékkel és milyen csalikkal pecázik. Hát Boldival a kúra elején kisorsoltuk fej vagy írással, pénzérme feldobással, hogy ki melyik helyre fog ülni. Ezt a Boldi nyerte. Ő választott először helyet. Van ott szembe egy zsilip, és ő attól balra pecázik, azt választotta. Egyet berak kb. A zsiliptől 10 méterre balra, egy olyan 100 méterre a parttól, és egyet berak 50 méterre picivel nál után arra a részre egy botot, míg én úgy döntöttem, hogy az egyik botomat és a zsilip környékén, tehát hogyha szemben nézzük, attól egy tízessel jobbra, és ilyen 80-100 méter köré, és a jobbos botomat, arra még egyébként nem volt kapás, azt előző este ebbe a
résbe raktam le, de ma este úgy döntöttem, hogy én ezt átpakolom, és egy 70 méterre fogom lerakni a kettő ilyen dupla nád közötti részre. Idén azért terve van egy pár nagyobb peca. Végre úgy néz ki, sikerül összerakni egy nagyobb balatoni pecát is majd a jövő hét folyamán. Úgyhogy arról nagyon szeretnék már készíteni, már nagyon régóta bagancslistámon van, hogy készüljön egy igazi balatoni filmünk, egy ilyen hosszabb kaliberű, nagyobb kaliberű. És hát tavaly is voltunk ilyen pecán nyáron, de ezek egyike sem úgy sikerült, hogy ebből érdemes legyen egy komolyabb filmet összerakni. Úgyhogy reméljük, hogy ez az év más lesz, és hát tartogat nekünk egy pár szép pontyot. Viszont nyilván kicsit most nehezebb helyzetben vagyunk, így hogy egész telünk kimaradt a videózás terén. Bár ettől függetlenül a Jadabó csatornája minden héten jelenik meg új videó, úgyhogy azt belinkeljük a leírásba is, hogyha érdekel titeket, mindenféleképpen csekkoljátok le. Hiszen, amint említettem, ott heti tartalomgyártás van, tehát viszonylag sűrűn kerül ki új videó. Még nálunk azért egy kicsit bonyolultabb ezt megcsinálni, hogy lejövünk, pecázunk, az sem biztos, hogy jó sikerül pecá, akkor nyilván nem készül belőle film. Viszont reménykedünk benne, hogy azért itt a tavasz folyamán egy 3-4 filmet sikerül összerakni nektek. Úgyhogy hát tényleg remélem, hogy összejön ez a vágyam, és hát nézzük, hogy mit tartogat nekünk a 2024-es év. Gyorsan szeretnék még kitérni egy hasznos és fontos dologra. Ugye egy ilyen egy hetes vagy akár két-három napos pece folyamán is szükségünk van áramra. Nem csak a telefon, hanem a különböző aksik, kameraaksik, drónaksik töltéséhez. És mi erre nagyon jó megoldásnak látjuk az EcoFlow-t. Ez egy hordozható akkumulátor, és az is az egyik előnye, hogy nagyon-nagyon-nagyon könnyű, tehát nem nehéz a cipelése. Ez a szerkezet ez így néz ki. Van benne szinte mindenfajta, bement USB-C, USB, szóval tényleg mindenki megtalálja azt a bemenetet, amire szüksége van. És hát nagyon sokáig bírja ez a kis szerkezet is, ennek van egy kisebb, illetve egy nagyobb testvére is, meg hát egy számos akkumulátor is kiegészítő, még akár hűtőszekrény is kapható az EcoFlow-nál. És ezeket a termékeket megtaláljátok egyébként a webshopban is, a Jadabón. És hát azt gondolom, hogy ugye nyilván egy ilyen szerkezet nem egy olcsó dolog, és erre is például a kuponkódunk egy nagyon jó megoldás, hiszen azért 10%-a sokat számít egy ilyen terméknél. Thank you.
onnan jön a hatalmas nagy vihar. Hű gyerekek, ebből nagy zuhely lesz. Ha zuhely nem is, akkor szél az biztosan. El kell kezdeni sietni a behúzást, mert ez 10 perc múlva ide ér. Veszem a cipőmet kifele, legnagyobb Armageddonba a messzi botomat. Nézzétek csak ott! És csipogat le! Kapásjelző. Jaj! Hú gyerekek! Ez lehet jó hal lesz. Nézzétek csak! Hát sikerült partot ellenem szerencsére ezt a halat. Nekem ez az első túrán, ez a köbökereken 10 kilós valami brutálisan húzott, mivel óriás nagy lapátjai vannak. Gyönyörű, egészséges, hihetetlen milyen farokúszója van. Srácok, nekem megjött ugyanaz a méret, mint Boldinak. Ilyen picivel 10,5 kg alatti potyesz. Meg is próbálom megmutatni nektek. Mi lenne az? Pompázatos. Boldinak nagyobb volt a farokúszója. Nem küzdött annyira. És engedjük akkor éltető elemébe ezt a csodás pontyot. A hosszábori. Ez az. Nem tudom, mennyire hallatszódik a zavaróan a szélzaj, remélem azért tűrhető. Hát amit láthatjátok ki nappalodott, túl vagyunk a második éjszakán. Igazából nagyon boldog vagyok, annak ellenére, hogy csak egy darab halat sikerült fognom. Domival mindkettőnek sikerült egy-egy halat fogni. Igaz, hogy 5 darab kapásból egyetlen egyet tudtam megfogni. Ez köszönhető az akadóknak, mivel próbáltam rámenni nyilván csónakkal, de sajnos úgyis megtalálta az összes több az akadót. És ez a, bevallom őszintén, hogy ez a 10 kg körüli pont, amit fogtam, ezt jóval nagyobbnak satszoltam, mivel olyan volt, mintha egy követ húznék először, azt hittem el van akadva ez is, de végül sikeresen kifárasztottam. És azért is örülök ennyire ennek a halnak, hiszen azért ez nem egy óriás, mivel az egész tavon szó szerint senki nem fogott rajtunk kívül halat a halőr elmondásai alapján. Úgyhogy
úgyhogy azt gondolom, hogy most is sikerült egy elég szép eredményt elérni. Annak ellenére, hogy tegnap milyen eszméletlen nagy vihar volt, mert teljesen lehetetlen volt horgászni közben szinte. És a légnyomás is elképesztő alacsony volt, úgyhogy szerintem ez egy szép eredmény. Két érdekes dologra térnék még ki. Az egyik az, hogy annak is tudom be az, hogy szinte csak mi fogtunk halat a tavon, hogy mi csónakkal húzkodtunk be, és nem etetőhajóval. Azt láttuk, hogy mindenki középre húzkod be az etetőhajóval egymás után, míg mi szépen kikerestük az ígéretesnek tűnő helyeket, és csónakkal leraktuk. És azért is volt ennek nagy jelentősége, mert azt figyeltem meg, hogy ha lerakom és ráemelek egyet, én ugye rá szoktam emelni egyet, akkor beakad a horog egy levélbe, mert nagyon törmelékes a tóalja. És azért nem mondom azt, hogy ez a kihúzás közben akadt rám, mert én nem tekertem ki a partra, hanem rámentem csónakra, és mikor a szerelék fölé értem, csak akkor emeltem rá, és akkor is rajta volt a levél, úgyhogy a másik éjszakától azt alkalmaztam, hogy nem emeltem rá a szerelékre, hanem egy PVA szalagon 4 szembojlit mellé raktam, hogy kiegyenesedjen az előke, és úgy helyeztem le szépen a csalit, a szereléket, és igazából 40 percenként volt egy kapásom rá. Hát a cudori időjárás végigkísérte az éjszakánkat, illetve az egész pecánkat. Tegnap a hidegfront érkezés előtt egy nagyon jó 19 fokos időnk volt. Picit fel tudtunk melegedni. De hát nem panaszkodhatunk, hiszen a halak is megérkeztek a hidegfronttal együtt. Sikerült nekem is egy 10,5 kilós pontyot fognom, és Boldinak is. Illetve volt 3 szakadásunk, ami mutatja, hogy eléggé akadókkal tarkított a pálya, ahol pecáztunk. Így összegezve én nagyon jól éreztem magamat, jó volt így elindítani az évet, és nem sokára újra vízparton leszünk, hiszen Balatonon el fogunk tölteni egy hetet, pontosabban 5-6 napot. Úgyhogy kívánjátok sok szerencsét, mi nagyon köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, és akkor ezzel a széllel együtt én el is köszönök tőletek. Sziasztok!